Szomorúsággal vették tudomásul az Unió Boxteam Szexárnál, hogy 9 évvel ezelőtt az általuk kitalált küzdősport gála, a Fighter Nights, támogatók hiányában az idén elmarad. A főszervező, az eddigéken sokszor főszereplő Halász Gábor jó hírrel kopogtatott be a szokásos egyik hétközi délutáni edzésre. A sportág, a rendezvény helyi támogatói már most igent mondtak a jövő évi folytatásra. A 10-et, a jubileumit újra megrendezheti tehát a klub, amit tavaszra terveznek. Minden bizonnyal a profi és amatőr box programot összeállító szexárdiak hamarosan leülnek tárgyalni a K1-et, a Thai boxot vagy éppen a ketrec harcot eddig is megszervező bajaiakkal. Biztatás ígéretek vannak, május 2-ben időpont is van, jövő év május 2-án lenne egy szexárdon a 10. gála. Akik itt edzenek nálunk, illetve a szexárdon küzdősporttal foglalkoznak, ők be tudjanak nyilatkozni nagy közönség előtt. Nagyon készül erre nem csak Halász Gábor, hanem azok a klubtársak is, akik a korábbi gálák szinte mindegyikén szereplők voltak, helyi sportolók, akikre szexárd vonzás közvetében sokan kíváncsiak ma is. Elég csak két nevet említeni, Novák Györgyét és Orsós Istvánét. Az utóbbi pályafutása sokban hasonlít Halász Gáborihoz. Több évtizede van a box vonzásában Orsós Pityu, aki több mint 70 meccsen van túl. Helytállása, kitartása és felkészültsége miatt rangos európai gálák felvezető meccsein bunyózik rendszeresen, ahová visszavárják, ahol sokszor úgy érzi, lepontozzák, mert lejt a külföldi szorító. Kell a győzelem a nála sokkal jobban menedzselt ellenfelének. Nemrégen egy képzett izomkolosszus volt az ellenfele, a meccs szupervájzere pedig Kovács Kokó István volt, aki legfeljebb egy-két menetet jósolt neki, de ennek éppen ellenkezője történt, végigment a meccs. Láttam rajta, hogy hát nem bízik abba, hogy én ebből a izomkolosszussal végig fogom boxolni a meccset. És végigboxolni, és odajött, és azt mondta, hogy gratulálok Pistikém, mert keményen átad a pofont, és annak ellenére, hogy sokkal nehezebb volt, sőt, még azt mondom, hogy hoztam is a pontokat. Utolsó menet, az még szerintem az én is volt, vagy döntetlen. Legutóbbi meccsén Lettországban nem csak egyenrangú ellenfele volt végig a hazainak, azt mondja, minimum döntetlent érdemelt volna. A harmadik menetben már kezdtem érezni, végigboxoltam a latmenetet, azt mondom, hogy 5.-6. menetben akár már döntetlen is lehetett volna. Alig ha véletlen, hogy a Magyarországon rendezett meccsek többségét megnyerte a már fél nehézsúlyú, olykor nehézsúlyú versenyző, a meccseinek több mint kétharmadát külföldi szorítóban vívta azonban. Aki sportág szeretetből és jövedelem kiegészítés okán maradt ennyi időt a ringben. Nála is, mint Halász Gábornál, napirenden van a visszavonulás gondolata. Jó érzem magát, még azt mondom, az év, ami jövő év jön, vagy utána egy-két év még szeretnék. Nézve a pörgő ritmusú edzést, mindig találunk az edzőteremben új arcokat, de sokszor hiába keressük a már reményteljes régieket. Gál Miklós, Miki bácsi 74 évét meghozottó dinamikával és elszántsággal küzd azért, hogy az ide lejövő fiúk és már régebb óta lányok is az alapok elsajátítása után megmaradjanak szexárdi színekben versenyezzenek. Nehéz ügy ez Soprontól Nyíregyházáig, Zalaegerszegtől Szegedig, létszámában vészesen fogy a sportág. Ilyen-olyan néha érthető, illetve kevésbé érthető okokból a legtöbb tehetség nála is sajnos ideje korán abba hagyta. Van még itt két-három olyan srác, akiben bízok, hogy megmarad. Még jelenleg 14-15 évesek, tehát igazából még a versenyt nem engedem pár hónap után őket versenyre. Egy évet legalább le akarom boxoltatni őket, mert a nálam az a választóvíz. A ring közepén Miki bácsi két legújabb lány tanítványa kesztyűzgépen. Reméli, hogy az egyikük 2020-ban már éles meccsen is megmutathatja magát két év gyakorlás után. Ami örömet okoz, hogy meg tudom védeni magam, meg ide az egész helyre jó bejönni. Lényeges, hogy Ramona kézzel, lábbal összhangban, vagyis koordináltan dolgozik, látszik, van tehetsége a boxhoz, már meccseket néz. Nagyon szeretem, és már el tudom képzelni, hogy majd ezt fogom csinálni. Már lejátszotta magában élete első meccsét is. Én balkezes vagyok, és a hátsó kéz is jobb forog, mert az egy erősítés, ezt tanultam.
és ezt mindenképp ki szeretnénk próbálni. Úgy tervezzük, hogy a gálán már fellépek. A 10. Fighters Night gálán remélhetőleg valamennyi hazai versenyző megmutathatja majd magát. A főszervező ugyan a végleges visszavonulást jövőre még nem tervezi, de megeshet, hogy hazai kötelek között ez lesz az utolsó meccse, vagyis a búcsú meccse. Csíkszekszádon szerintem biztos, ha kint esetleg akadni egy olyan lehetőség, akkor kimegyek, de valószínű, hogy ez itt lesz a vége jövő májusban.